Jelentősebb közfoglalkoztatás 2011 őszén indult el, akkor kerültünk be a Start programba. Először 30-valahányan vettek részt a közfoglalkoztatásban, később volt olyan év, hogy 105-en is dolgoztak a közfoglalkoztatásban. Ezt megelőzően 2010-ben indult végül is nekünk a mezőgazdasági termelés, ugye az a fő irányzata az önkormányzatnak. Részt vettünk a sorsfordító, sorsformáló programban 10 fővel, és 1 hektáron gazdálkodtunk az első évben. Ezt akkor azért tettük, vagyis azért indítottuk el. Nagyon szegény volt az önkormányzat, akkor még önállóan működtettük az iskolát. Sokszor nem volt pénzünk, hogy kifizessük az élelmiszerszámlákat, és akkor gondoltuk el, hogy földjeink vannak, emberek vannak, valamit kellene kezdeni, és akkor kezdtünk el termelni. És ez a sorsfordító, sorsformáló program olyan jól sikerült az első évben, hogy kedvet kaptunk, és akkor így indult el a közfoglalkoztatás. Az üzemnek onnan indult az ötlete, hogy úgy érezzük, hogy most már ezt a keretet kinőttük, a területek nagysága is most már azért 15 hektárra a nőtt, és arra gondoltunk, hogy amit megtermelünk, most már lesz fölösleg, hogy azt fel tudjuk dolgozni, és ez az üzem fog akkor arra lehetőséget biztosítani, ugye a zöldségfélékre, és ugye a sertés feldolgozásra, azért lesz most a húsfeldolgozó üzemünk és a húsboltunk, mivel tavaly már elkezdtük a sertéstartást is. Remélem, hogy fog menni az üzem. Az első 30 darab sertést majd az önkormányzat, amit már felneveltünk és vágásra készek, azt az önkormányzat adja a 7-7 határ szociális szövetkezetnek, hogy a szövetkezet tudjon egy kicsit tőkeerősen elindulni. A zöldségféléket most úgy tervezzük, hogy úgy vetjük a vetésforgót, hogy legyen mit földolgozni a tartósító üzemnek. Ami ebben nekünk a községnek, ez már nem közfoglalkoztatás lesz itt, akik fognak dolgozni, hanem elsődleges munkaerőpiaci foglalkoztatás lesz az üzembe. Egy pár főnek, ez még nem olyan jelentős, de azért már ez is előrehaladás, hogy nem közfoglalkoztatottak lesznek foglalkoztatva. Mikor én polgármester lettem, akkor nekem az elképzeléseimben az volt, hogy ezt a falut megint olyanná kéne tenni, mint abban az időben volt, élhetőbbé, lakhatóbbá, hogy szeressenek az emberek itt élni, és találják meg a számításaikat. 2011-ben már a Start közfoglalkoztatási munkaprogramban találták magukat, úgy, hogy ezt megelőzően az ő tapasztalataikra alapozva is a belügyminisztérium dolgozta ki ezt a programot, és Gyula az első perctől kezdve ebben részt vett. Nagyon fontos láncszem volt, hogy a polgármesterasszony ezen kívül még több szervezetet megszólított, segítséget kért, így a Máltai Szeretetszolgálat, és ezáltal egy olyan környezetbe került a település, meg az egész további gondolkodás, hogy újabb és újabb projektötletek születtek. A mostani, mai üzemátadó egy nagyon fontos láncszem, de nyilvánvaló, hogy még ezzel a munka nem fejeződött be, hanem igazából a település lakóival most kezdődik igazán, hogy a parlagon lévő kerteket művelésbe vonjuk, hogy egy teljes szemléletformálást tudjunk megvalósítani, és hát ebben nagyon fontosnak látom azt a keresztény értéket, amit itt a falu ebben az ügyben képvisel, mert ez mindenképpen előmozdítja egy tisztességes gazdasági tevékenység elindítását. 3 éve kerültem Gyulajra, mint szociális munkás. Akkor egyedül dolgoztam szociális munkásként a településen, egy támopos projektben, egy mély szegénységes projektben. Ennek a fő irányvonal igazából egy közösségszervezés volt. Annak az volt a fő koncepciója, hogy a közösségi programelemeken
keresztül el tudjunk jutni az egyénekhez, főként a gyerekeken keresztül a szülőkhöz, és így tudott megkezdődni egy intenzívebb szociális munka, egy egyéni tanácsadásra épülő szociális munka. Ennek a programnak egy folytatásaként indult itt el Gyulajon 2 éve a Komplex Telep program, amiben már sokkal több szociális munkás dolgozik már a településen, fejlesztő pedagógusok dolgoznak a településen, illetve különféle programokat tudunk az itt élőknek nyújtani, illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy a szociális munka olyan erős lábakon tud már állni, hogy lényegében a település valamennyi háztartásában van szociális munkás, ellátogat a szociális munkás a családokhoz, és tudunk reagálni a problémákra. Sőt, én azt gondolom, hogy most már nem csak problémákra reagálunk, hanem próbálunk a probléma elé menni, és megelőzni. Egy ilyen preventív jellegű foglalkozás is most már elindult. És ezeknek a szociális projekteknek a következményeként jött életre most már egy lassan egy éve működő támopos program, amely egy gazdasági program, egy vidékfejlesztési gazdasági program, aminek az egyik része a tartósító üzem, amit majd a filmen lehet látni, és így elkezdődött Gyulajon a beruházás ezzel kapcsolatosan. Viszont az volt a tapasztalatunk, hogy egy hátrányos helyzetű településen, mint amilyen Gyula is, belevágni egy ekkora álomba, egy ekkora beruházásba, ami gazdaságfejlesztés, ami beruházás és ami termelő munkát fog jelenteni az itt élőknek, ezt nem lehet úgy véghez vinni, hogy ne legyenek az emberek megtámogatva. Olyan emberekről beszélünk, olyan emberek élnek itt a településen, akik sok évre visszamenően legfeljebb közmunkából éltek, vagy pedig még közmunka jellegű foglalkozásban sem vettek részt. És most felkínálunk nekik egy olyan lehetőséget, hogy rendes munkaviszonyban dolgozzanak. Viszont ez egyrészt az ő életükben egy nagyon nagy előrelépés lesz, másrészt ezektől az emberektől még nem várható el, hogy olyan munkára kész állapotban legyenek, úgy eljenek hozzá a munkához, hogy egy olyan embertől elvárható, aki mondjuk látta a szüleit is dolgozni. Ezek az emberek nem látták a szüleiket dolgozni, ezek az emberek sok esetben nagyon alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, és ami még nagyobb probléma, hogy a kompetenciájuk is alacsony. Segédmezőgazdász képzést indítottunk most el a 3 településen, Gyulaj, Nagyszokoly, illetve Pécsen, illetve egy hónap múlva pedig kezdetét veszi az alapfokú gombatermesztő képzés is, ami már az elkészült gombaházunkban fog munkalehetőséget biztosítani a tanfolyamon elvégzett emberek számára. A célcsoportom a 16 és 24 év közötti korosztály, akikkel elég nehéz úgymond megbarátkozni, mert hogy tehát ők olyanok, akik valami miatt kimaradtak az iskolából, nehéz őket elérni, nehéz őket bármire is motiválnom, ezért meg kellett küzdenem minden egyes emberért, hogy sikerüljön vele egy szándéknyilatkozatot kitöltenünk, és akarjon jönni ezekre a képzésekre. Úgy gondolom, hogy tehát azért elég eredményesen ezt meg tudtam oldani. Jelenleg Gyulajon is és Nagyszokolyon is február 2-ával elindult a segédmezőgazdászképzés, és március 2-ával pedig el fog indulni a gombatermesztőképzés is Gyulajon. Hát a célcsoportomról még annyit, hogy ugye sokan vannak, akik kismamák, gyesen vannak, ezért is nehéz őket elérni. Ugye sokan abba hagyták az iskolát, mert nem volt kedvem tanulni, meg miért is menjek iskolába. Tehát őket azért ebből a szempontból nagyon-nagyon kell motiválni, nagyon oda kell figyelni rájuk. Miket kell biztosítanod az állatnak? Biztonságos környezet, hely, igen. Fény. Miért kell biztosítanod ezt az állatnak? Milyen jogai vannak az állatnak? Milyen jogai? Szabadság. Így van, szabadság jogai vannak nem az olvasom. Állatnak, amit neked, mint állattartónak biztosítanod kell számára. És akkor felsoroltuk hozzájuk, hogy tisztán kell tartanod, etetned kell, védened kell. Borsos Dániel vagyok, ugye Gyulajon lakok, Dombóvárra születtem, 92.015-én, 22 éves vagyok, hát most munka lehetőség alapján jelentkeztem el a tanfolyamra, állattenyésztő és gomba termesztő, ez a kettő közül lehetett választani. Inkább az állattenyésztőben gondolkodtam, mert ha letántán sikerül, akkor utána föl is vennének, azt mondták. Mert ugye itt Gyulajon kevés a munka lehetőség, inkább munkát kellene keresni, de hát most már mondhatom, hogy van egy gyerekem, nem akarják nem elmenni Gyulajról. Meg egy élettársam,
itt akarnak maradni. Munka lehetőség alapján jöttem ide én is. Hát ugye jól tartottam ezt az állattenyésztői tanfolyamot, és ugye, hogyha lehetséges lenne, akkor jó lenne benne dolgozni, hogy otthon is mi is tartunk állatokat, disznókat, akkor baromfikat. Azt, hogy otthon azért tudnánk hasznosítani, meg hogyha éppen lehetséges, akkor így melóban, TSZ vagy bárhol. Akkor mégsem úgy megyek oda, hogy nem tudok semmit. Réten mi van, mit van? Lucerna. Könnyebb a fiú. Miért a lucerna az kinől magától a réten? Az már a szántóföldi, mert a lucernádat el kell vetned. Igen. Ahhoz, hogy lucerna legyen. Az már szántóföld. A réten mi van? Az üdvarban például. Ott meg a fű. Ott a fű van. Tehát ez a különbség a réti és a szántóföldi között. Réten a füvet szárítod, kaszálod le is szárítod. A szántóföldön pedig a lucernádat. Óvári Ferenc vagyok, nagyszokorú jöttünk, négyen erre a tanfolyamra, amit meg szeretnénk köszönni a nagyszokói polgármesternek és a gyulai polgármesternek, hogy lehetőséget adott arra, hogy itt ezen a tanfolyamon részt vehessünk. Hát az ok a munka. Lehetőség. Az az oka, hogyha itt kitanuljuk ezt az egészet, remélem, hogy nálunk is indul valami ilyesféle gombatermesztés. Gyulajon úgy kezdődött a szociális munka, hogy egyetlen ember Petra csöppent ide a faluba, elkezdte feltérképezni, hogy milyen állapotban vannak a családok, milyen problémákkal küzdenek. Aztán jött egy országos kiírás a szegregátumok integrációjára. Ez volt a Komplex Teleprogram, Gyulai sikeresen pályázott. És gyakorlatilag egy nagy projekttel kezdődött az intenzív szociális munka, aminek az előnye az az, hogy rengeteg humán erőforrás és anyagi forrás érkezett a településre. A hátránya az az, hogy nagyon komoly korlátokat szab a szakmai munkának. Indikátorokat, monitoring mutatókat kell teljesíteni a társaságnak, és nagyon nehéz úgy szociális munkát végezni, és bizalmi kapcsolatokat kiépíteni az emberekkel, hogyha bemegyek egy háztartásba, segítő beszélgetést folytatok, majd utána aláíratok egy jelenléti ívet, meg még 10 másik dokumentumot, azért, hogy dokumentáljam és adminisztráljam a munkámat. Úgyhogy ez az egyik olyan szempont, amit mindenképpen figyelembe kell venni, amikor az elmúlt 2 évet értékeljük. És ugyanez vonatkozik arra is, hogy képzések folynak, tanfolyamokat kell megvalósítani. Egy másik nagyon kemény kihívás, amikor az embereket még az arra való érettségük elérése előtt bele kell állítanunk egy ilyen munkafolyamatba. Most úgy tűnik, hogy 2 év alatt a legkomolyabb eredménye az itteni szociális munkának az az, hogy a tűzoltásról áttért a prevencióra, a megelőzésre. Hogy most már nem arról van szó, hogy egy krízisbe került családnál a kilakoltatás és az egyéb problémák elkerülése, vagy azok elleni harc az, ami jellemzi a mindennapokat, hanem az, hogy mondjuk felkészüljünk egy gyereknek a továbbtanulására, felkészítsük a családot egy házfelújításra, egy lakásfelújításra, mikrohitelprogramjaink vannak, együttműködési megállapodásokat kötünk, és talán az idei évtől, most, hogy zárul a projekt, egy kicsit szabadabban is fogjuk tudni értelmezni azt, hogy hogyan is dolgozunk szociális munkásként itt a faluban. Most tényleg egy nagyon intenzív időszakot élünk meg, és ebbe az intenzív időszakba becsatlakozott a Máltai Szeretett Szolgálatnak egy borzasztóan erős felelősségvállalása a településért. Igyekszik a következő tanévtől saját fenntartásába vonni a helyi általános iskolát és a helyi óvodát is. Ezzel egy olyan mérföldkőhöz érkeztünk, ami után már jóval bizakodóbbak lehetünk a település jövőjét illetően. Azt látom, hogy Ha visszatekintek, és azt mondom, hogy 2006-ban indult itt el a településfejlesztésnek egy tudatos folyamata a Marika nénivel, és a semmiből való építkezéssel indult, és most hol tartunk, akkor nagyon bizakodó jóslatokat lehetne
mondani a jövőre nézve. Ha reálisan nézem, akkor mindenképpen egyrészt a szövetkezetnek a megerősödése az, amit várunk ettől az évtől, hogy a szövetkezetnek a vállalkozásai azok valóban üzletileg is profitot termeljenek, és hogy megjelenjenek az első olyan munkahelyek, amiket piaci alapon tartunk fent. A szociális területen pedig nagyon sokat remélünk attól, hogy az iskola, a szociális teleprogram és az önkormányzat újra hangolja a céljait, és közösen kezd tovább dolgozni. Ami rövid távú cél számunkra, tehát szociális területen, hogy a családokon belül a gyerekek jövőjén fordítsunk egy nagyot, és a továbbtanulásra nagyobb hangsúlyt fektessünk. A nagy iskolába azt tanultuk mindenképpen, hogy nagyon fontos, hogy empátia az legyen meg. Nagyon-nagyon nehéz egyébként ez az empátia kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan szociális munkás, vagy egy olyan ember, aki otthon hazamegy a meleg lakásba, nem probléma az, hogy holnap mit fog enni, és adott esetben még a hónap utolsó napján is tud húst tenni a családjának az asztalra. Nagyon nehéz olyan családokkal boldogulni, ahol ez nagyon nagy probléma, és adott esetben a rajtam révő ruhának az összköltsége, az mondjuk nekik két heti élelmiszere. Ezekkel nagyon-nagyon nehéz megküzdeni. Viszont ami az empátiánál és a toleranciánál szerintem sokkal fontosabb, az a humor nagyon sok esetben, hogy egy-egy helyzetet, hogyha nem, az ember nem tudja megőrizni a humorérzéket, nem tudja úgy, és most nyilván nem a problémák elbagatelizálásáról van szó, hanem amikor adott esetben egy-egy szituációt, ez nagyon fontos, hogy le tudjuk kezelni. Nagyon fontos az, hogy az emberből ez ki is jöjjön, meg tudjuk beszélni egymással, ventilálni tudjunk, szupervíziókra tudjunk eljárni. Nagyon fontos a határozottság a szociális munkásnál. Nagyon fontos az, hogy határozott legyen, illetve hogy ne lehessen, nem is tudom, mi erre a jó szó, hogy ne legyen naív. Tehát nyilván forduljon bizalommal az ügyfél felé, és az, amit az ügyfele mond, ő ezt fogadja be, viszont mindig kell lenni egy olyan józan ítélő képességének a szociális munkásnak, hogy tudja azt, hogy amit az ügyfél mond, az ő szemszögéből hangzik el, és hogy adott esetben ne lehessen megvezetni a szociális munkást, akárhogy hova tűnt a családbevétele, akárhogy ő megjelent a munkahelyi kirendeltségen, akárhogy ő pedig kiváltotta a gyógyszert, akárhogy az ő gyereke rendben van, tehát ezt mind meg kell, hogy győződjön róla a szociális munkás, illetve ami nagyon fontos még, hogy szerteágazó tudásának kell, hogy rendelkezzen, főleg egy ilyen telepi környezetben. Nagyon fontos a kétkezi munka és egy szociális munkás nezen. Jókat szoktunk mosolyogni, hogy oké, hogy szociális munkás egyrészt adminisztrál, kint van családnál, adott esetben nyakörvet készít a kutyának, hogy megoldjuk azt a problémát, hogy a kutya ne menjen ki az utcára, kerítést drótoznak, villanykörtét javítanak, zárat szerelnek, tehát nagyon-nagyon szerteágazó egy telepi szociális munkának a kompetenciája. Nagyon fontos a kommunikáció, hogy hogyan beszél az ügyfelekkel. Itt ugye azért is nagyon fontos, hogy ha már azt éreztetjük egy ügyféle, hogy mi vagyunk a szociális munkás, ő az ügyfél, akkor innentől fogva én azt gondolom, hogy vége van mindennek. Fontos tudni annak a kommunikációját, hogy hogyan lehet az ügyféllel úgy beszélni, hogy egyrésztről megértse azt, amit mondok, az ő szintjére ezt lefordítani, mégsem visszanyomni őt egy gyermeki szintre, felnőttként kezelni, elfogadni őt partnerként, de ezt valahogy úgy kommunikálni, hogy ő számára se sértő ne legyen, és mégis tisztában legyen azzal, amit én mondok neki. Készült a Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület megbízásából a Széchenyi 2020 program támogatásával.